Szép napot, Szatmári Nóra vagyok. Érkezzék a 2024. június 3-i hétre szóló cigánykártya üzenet. A szokásos hétlappal minden napra húzok egy lapot, és nagyon remélem, hogy ez a hetünk pontosan azt fogja megmutatni itt ezzel a hétlappal, hogy milyen lesz, mit tudunk vele kezdeni, esetleg mire kell odafigyelnünk, hogyan formáljuk jobbá a dolgokat, mert olyan nincs, hogy mindig csak egy lehetőségünk van, mindig van választási lehetőség. Na nézzük, hogy milyen lapot húzunk a hétfői napunkra. És ha ezzel számolhattam volna eredendően, hogy és akkor ezt a lapot fogom kihúzni, akkor nyilván nem örültem volna neki, mert azért a tolvajlap az nem feltétlenül felemelő és örömteli, de így hirtelenjében első blikre az jut eszembe, hogy milyen nagyon érdekes, hogy hétfő, tolvaj, ellopták a hétvégénket, megfosztottak minket a hétvégénktől, a pihenés és a kikapcsolódás lehetőségétől. Viszont, ha nagyon egyszerűen, és ugye nagyon szűkre szabva azt nézzük, hogy itt van a hétfői napunk, egy tolvaj lappal, akkor nagyon-nagyon időszerű lesz felismerni azt, hogy mihez ragaszkodunk, mi az, ami nem hoz nekünk hasznot, mi az, ami nem segíti a fejlődésünket, és ugye viszi az erőnket, energiánkat, elrabolja tőlünk azt, hogy mi mondjuk tanulhassunk, fejlődhessünk, új dolgokat ismerhessünk meg. Azaz, ezeket a dolgokat fel kell nagyon-nagyon sürgősen ismerni, lehetőleg már hétfőn, és így apránként ki kell pöckölni az életünkből. De ne felejtsétek el, hogy nyilván ez a tolvajlap lehet ilyen nagyon leegyszerűsítve, nagyon tükörfordításba valamit elveszítünk, valamit elhagyunk, valaki elvesz tőlünk valamit, nem feltétlenül a szó klasszikus tolvajlós, rablós, lopós értelmében, hanem például elvesznek tőlünk egy lehetőséget, mert a munkahelyen lehet, hogy velem tervezett a főnök valamilyen feladatot, de egy másik személy kettőnk közé állt, és kibuliszta magának, hogy ő kapja meg, és ugye nyilván ezt mi egy tolvajlásként fogjuk megélni, hogy elvette tőlünk a lehetőséget, de higgyétek el, hogy lehet, hogy ezt itt hétfőn megéljük, de ennek is meg lesz a maga ideje, majd megmutatja a sors, hogy hogyan rendezi ezt a történetet. Igen, ezért is mondom azt, hogy a tolvajlap nagyon sok jelentésű, nagyon-nagyon messze áll attól, hogy szigorúan azt mondjuk, hogy ez nagyon rossz, és nagyon nagyon nehéz, vagy nagyon bonyolult. Nyilván letehetünk egy súlyt, és mondhatjuk azt, hogy végre kiveszem az életemből a problémát, de kedvezőtlen helyzetben nyilván egy rosszult megélt veszteséget, fájdalmas eltávolodást is mutathat. Nyilván valamilyen bajra azért utal, viszont ha tudatos az ember, okos és odafigyel a történésekre, akkor mi zajlik? Akkor az fog történni, hogy a tolvaj lapja meg fogja mutatni, hogy mire nincsen szükségünk. Mi az, amit észre kell vennünk időben, mi az, amit fel kell fedeznünk időben, és ha felfedezzük, mert okosak és tudatosak vagyunk, akkor ugye a problémát el tudjuk kerülni. Na nézzük a keddi lapunkat, ez pedig a veszteség. Nyilván ugye a tolvaj lap után a veszteség azért annyira nem tűnik mókásnak és felemelőnek, ettől függetlenül nyilván minden túlbonyolítást nélkülözve valamiféle veszteséget jelez, ami lehet egy lemondás, akár tudatos szinten, hogy ugye le kell mondanom valamiről, valami egy nyerességről, vagy pedig lehet, hogy egy kiszámíthatatlanul érkező folyamat, amikor valamilyen formában beesik az életünkbe egy veszteség állapot, akár anyagi, erkölcsi, időbeli, érzelmi típusú veszteség. Nagyon sokféle veszteség van, de nyilván a veszteség ugye lehet egy olyan állapot is, amikor mondjuk presztízs veszteségünk van, vagy már megállapodtunk valakivel valamiben, és egyszer csak visszalép. Ugye ezek is veszteséghelyzetek, és bár lehet, hogy az adott pillanatban tényleg kellemetlennek tűnik meg macerának, de lehet, hogy hosszú távon meg fogja mutatni az élet azt, hogy jobb is, ha nem ezzel az illetővel szövetkezünk, hanem valaki mással. Mindenképpen, ami még kiszalad belőlem, az az, hogy a veszteség lapja erre a keddi napra azt mutatja, hogy valami nem stimmel. Valami nincs a helyén. Késlekedik. Ugye szerettünk volna megkapni egy csomagot, mert kedd délután szükségünk van rá, és a futár írta, hogy majd csak csütörtökön hozza. És hát akkor mi ez, ha nem veszteség, hiszen valamit nem tudunk megcsinálni, amit terveztünk, és amit szerettünk volna. Nyilván nagyon
fontos megközelíteni a veszteséglapot egy picit pozitívabb oldalról, hiszen a veszteség mutathatja azt, hogy végre lezáródik valami, egy kellemetlen ügy, szituáció, kivonul valaki az életünkből, és végre fellélegezhetünk, és átfordíthatjuk ezt az egész folyamatot jóba. Tehát a veszteség sem mindig negatív lap. Remélem, hogy kedden meg tudjátok ezt élni pozitívan is. Házasság. Ez pedig a szerdai napunkra érkezett. Hogy fogalmazzak igazán jól? Úgy, hogy a házasság lapja azért egy megnyugtató, örömteli, békés szituációra utal, egy olyan napra, amikor minden a helyén van, a megfelelő emberekkel vagyunk együtt, jól tudunk kommunikálni, nagyon felemelkedett beszélgetéseket folytatunk. A házasság lapja ugye azért egy megnyugtató történet, hogy minden rendben van. Minden rendben is lesz a későbbiekben is, csak próbáljuk meg az adott dolgokkal, amik ezen a napon történnek, megtartani ugye az energiáját, és akkor ugye abból a későbbiekben is tudunk táplálkozni. Ugye ne felejtsük el, hogy egy életközösséget látunk, tehát hogyha valaki például ezen a szerdai napon megállapodik, szerződést ír alá, elad, vesz, és ez ugye valamilyen hivatalos jellegű folyamattal jár együtt, biztos, hogy nagyon jól tudja ezt szabályozni, nagyon jó eredménnyel tud belőle kijönni, nagyon jó megállapodást köt, és gyakorlatilag azt mondhatom, hogy a házasság azért ugye azt is jelezheti, hogy valamilyen formában, valamilyen függő ügynek a végére tudunk járni, pontot tudunk tenni a folyamatok végére, és gyakorlatilag ugye ebből a szövetségből mindenképpen valamilyen szerencsés helyzet jön létre, akár ezen a napon, akár a későbbiekben. Nézzük a csütörtöki lapunkat, ez pedig a halál lapja. Ugye a halál lap az, amit taróban is, cigánykártyában is nagyon sokszor kicsit ijedezve, hüledezve, rémülettel teli arccal tekint rá mindenki, pedig nem szabadna. Hiába tűnik úgy, hogy rémületes, meg ijesztő, és szaladnánk nagyon messzire, nem negatív, és végképp nem rossz. Nyilván, hogyha egy direktben egy tolvaj, vagy egy szerencsétlenség lapja mellett szerepel, és ugye egy nagyobb elemzés részét képezi, akkor ott jelenthet konkrétan valamilyen bajt, problémát, és nyilván annak a lezárását, nem feltétlenül pozitív megközelítéssel, de amikor a halállapot önállóan kezeljük, akkor mindig az jusson eszünkbe, hogy ez az elmúlás pillanata, amikor valamit lezárunk, és az újrakezdés pillanata, hiszen ugye a halállal automatikusan együtt jár az újrakezdés, a felemelkedés, és hát ez tulajdonképpen innentől kezdve, akkor ugye ez egy nagyon jó folyamatábra. Ha rátekintünk erre a lapra, egyszerűen érezhetjük azt a fajta pozitivitást, hogy oké, a dolgok a végükhöz értek, lezáródnak, és hát ugye valami elkezdődött valamikor, és annak valamikor vége is lesz, és valaminek ezen a csütörtöki napon mindannyiunk életében vége lesz. Tekintsünk erre úgy, hogy ami véget ér, ugye annak van egy olyan típusú folytatása, hogy ahol véget ér, az el fog kezdődni, lehet, hogy egy teljesen más dolog, lehet, hogy ugyanaz a dolog, de teljesen más körítéssel, teljesen más hozzáállással, azaz legyünk racionálisak, hiszen lehet, hogy pont azért kapjuk meg ezt a halállapot, hogy elengedjünk valamit tudatosan, tudatos eldöntéssel, és teljesen megtervezett lépésekkel, és akkor tulajdonképpen lehet, hogy az egészből nagy hasznot húzhatunk, mert elengedünk valami problémát, és beengedünk cserébe valami sokkal jobb dolgot. De ugye valamit előbb ki kell pakolnunk a halállappal, hogy ugye annak a megüresedett helyére valami új dolog bejöhessen. Mindenképpen olyanra fókuszáljunk, aminek van lehetősége kicsírázni. Aki teheti, ezen a napon ültessen el új magvakat a kertjébe, a cserepeibe, a munkájába, vagy éppen a szerelmi életébe. Úgyhogy ne nézzetek és ne tekintsetek negatívan erre a lapra, mert alapvetően nem az. Péntek. Hamisság. Igen, hallhatátok, hogy nyeltem egy nagyot, aztán fújtattam egy még nagyobbat. Természetesen és szintén elvitathatatlanul, ahogy elmondtam a veszteséglapnál is, a hamisságlapnál is elmondom, egyértelműen jelezett a lap valamiféle csalás, csalártságot, hamisságot, képmutatást, becsapást, átverést.
de akár titkolózást is. Ugye a titkolózást nagyon sokan azért csinálják, hogy nem akarják, hogy a másik másikat megbántsák, vagy a másik megijedjen. Pedig higgyétek el, hogy nagyon sokszor sokkal jobban járnánk azzal, ha nagyon bátran elmondanánk a másiknak, hogy mi történt, mi a baj, és lehet, hogy tudna segíteni, vagy még mindig jobb, ha előbb megtudja, mert hiszen akkor lehet, hogy előbb a végére járunk a problémának. A hamisság mindenképpen, ugye, ahogy említettem, ez a valami nem stimmel állapot. Valaki vagy valakik nem őszinték, nem egyenesek, hamiskodnak, titkolóznak, megtévesztenek, adott esetben ugye például egy párkapcsolatban megcsalnak minket, és ugye itt is van ennek a fajta energiának egy nagyon erőteljes jele, vagy ugye azért a hamisságlappal előfordult, hogy mi magunk vagyunk hamisak, mi magunk nem járunk feltétlenül és maradéktalanul tisztességes úton, úgyhogy azért ezt se felejtsük, hogy nem mindig velünk szemben történik a hamisság érzet, hanem mi is csinálhatjuk. Simán lehet egyébként, hogy csak nem látjuk, vagy nem akarjuk meglátni valamilyen élethelyzetben az igazságot, hiszen sokkal jobban fájna az igazsággal való szembenézés, mint az, ha bedugjuk a fejünket a homokba. Úgyhogy nyugodtan nézzünk körbe, tekintsünk bele mások szemébe, kérdezzünk, ha van mit, mert hogyha megfelelően kérdezünk, és megfelelően jelen vagyunk a saját életünkben, akkor észre kell vennünk, hogy hol van a hamisság, ki okozza a hamisságot, ki az, akinek esetleg a bizalma, a hozzáállása, a hozzám való viszonya vagy érzelmei megkérdőjelezhetőek. Na nézzük, hogy kapunk-e szombatra valami olyan lapot, ami egyébként azért örömöt ad, és nyilván ugye itt a látogatáslappal mindenképpen ez egy pozitív, örömteli történet, hiszen jelölhet egy személyt, aki valamilyen formában beérkezik hozzánk, hoz egy hírt, vagy egyszerűen csak annak örülünk, hogy egyáltalán hallunk róla, de jelezhet egy élethelyzetet is, ami mindenképpen befogadást, nyitottságot, és mondjuk úgy, hogy érdeklődést kíván tőlünk, tehát valami azért megváltozik a környezetünkben, valami történik. Ugye, amikor valaki bejön az életünkbe, és nyilván a lap azért nagy részt inkább azt ábrázolja, hogy valakivel kapcsolatba kerülünk ezen a napon, akkor ugye teljesen mindegy, hogy az irodánkba, az életünkbe, az otthonunkba, az autónkba, vagy egy bevásárláson kellős közepén lép bele az életünkbe, biztos, hogy hoz valami hírt, biztos, hogy hoz valami információt, és tulajdonképpen eldönthetjük, hogy mennyire vagyunk erre befogadóak, de egy látogatáslappal mindenképpen érdemes befogadónak lenni egy ilyen helyzetre. Úgyhogy figyeljünk a hírekre, figyeljünk az üzenetekre, nagyon-nagyon különféle módokon juthatnak el hozzánk az információk. Ha ráirányítjuk a figyelmünket arra, hogy várjuk a hírt, akkor előbb észre fogjuk venni, vagy adott esetben elébe mehetünk a hírnek, hiszen lehet, hogy rá fogunk arra jönni, hogy kitől fog érkezni a hír, ki az, akit meg kell keresnünk, mert hogy ezen a napon, nyilván ezzel a látogatás lapjával az energia hihetetlen erővel áramlik. Jön, megy az energia, kijön, bemegy, arrébb megy, oda megy, jobbra megy, balra megy, felmegy, lemegy, és ugye ebben a nagy-nagy áramló energia tengerben rengeteg információ van, és lehet, hogy nem is csak egy, hanem több olyan információhoz is hozzájuthatunk, amire szükségünk van. És én azt gondolom, hogy ezen a napon, ezen a szombati napon egyébként pontosan ehhez kapunk megfelelő segítséget. Na nézzük az utolsó napunkat, ez a vasárnap, a bosszúság lapja. Nyilván a bosszúság egyébként nagyon érdekes, hogy én most tudok is mire hivatkozni a veszteséghez és a halálhoz, sőt a hamisághoz is hasonlóan, nagyon eltérhet egyébként a jelentése attól, amit ugye magában a szóban látunk, de maradjunk a racionalitás talaján, induljunk ki abból, amit a képen látunk és amit leírva látunk. A bosszúság lapja természetesen okozhat valamilyen kellemetlenséget, félreértést, de ugyanúgy van pozitív oldala, mint ahogy van negatív oldala is. A bosszúság mindenképpen magával hoz valamilyen kellemetlen hangulatot, kellemetlen hírt, vagy olyan környezeti tényezők alakulnak ki körülöttünk, amik borzasztó kellemetlenek, amiknek nem örülünk, a hideg futkos a hátunkon, de
Könnyen lehet, hogy az adott pillanatban, amikor ugye ez tulajdonképpen bosszúságot okoz bennünk, és haragosak, mérgesek leszünk, akár önmagunkra, akár valaki másra, de vajon a folyamat lényege nem az, hogy ez az energia kijöjjön belőlünk, és a belőlünk kiváltott érzelmeket, mint frusztráció, harag, tanításként éljük meg, hogy megtanuljuk végre a leckét, hogy de hát ezt már 20-szor átéltem ezt a dolgot, és még mindig hagytam, hogy ugyanúgy legyen, mint ahogy eddig volt, és ez csak az ismétlődése egy előző folyamatnak. Úgyhogy azért a bosszúságlapban van egy olyan típusú jó hírem, hogy nem szabad túl komolyan venni az adott szituációt, mert lehet, hogy sokkal jobban felhúzzuk magunkat egy adott eseményen, mint kellene. És ugye ennek nagyon tipikus példái az, amikor ugye látunk közlekedési helyzeteket, és oké, hogy egy kicsit szemtelen itt a jobbról jövő, és be akar tolakodni, de most komolyan az a megoldás, hogy kiszállok, és ököllel ütöm az autóját, mert bepofátlankodott elém. Legyintek egyet. De nézzétek meg, hogy milyen sokan nem legyintenek, milyen sokan nem bírnak ezeken az élethelyzeteken túlmenni. Tehát elképesztő frusztráció lehet bennük, csak hogy nem az adott szituációval kapcsolatban, hanem már gyűlik nagyon régóta. Úgyhogy egy biztos, bárki okozza nekünk egyébként valamiféle bosszúságot, higgyétek el, hogy nagy valószínűséggel többet látunk bele, kicsit fölturbózzuk a helyzetet, lehet, hogy teljesen értelmetlenül kezdünk el duzzogni, de nem baj, tanuljunk belőle, és legközelebb egy ugyanilyen szituációból kiindulva látjuk azt, hogy na jó, én már ezen nem is idegesítem magamat. Úgyhogy mit kell megtanulnunk ebből a labból? Az elfogadás képességet. Fogadjunk el mindent olyannak, amilyen, mindenkit olyannak, amilyen, mert úgysem tudunk változtatni a helyzeten, de ha bosszankodunk rajta, dühöngünk rajta, valójában minden bizonyal nem jutunk távolabb az adott helyzettől, sőt, a megoldásra sem jutunk közelebb, engedjük el az egészet, és a vasárnapunkat ne hagyjuk elrontani külső hatások által. Ha tetszett ez a videó, kérlek csatlakozz a csatornatagságomhoz még több videóért, vagy jelentkezz be bátran egy személyes konzultációra a +36 73 11 61 25-ös számon. A legjobbakat kívánom mindenkinek!